Szóval Isten hozott titeket. Ha valaki úgy gondolja, hogy ma a gyűlibe töltött időt a medencébe szeretné tölteni, akkor csatlakozhat a kis csoportosokhoz. Fürödni fognak odakint a teraszon. De ha mégis lelki időt akartok, akkor maradjatok itt. Szeretnénk dicsőíteni az Urat, igében időt tölteni és felfrissülni Isten jelenlétében. Szerintem mind szükségünk van rá. Imádkozzunk, és akkor énekeljünk az Úrnak. Úr Jézus, köszönjük neked a te nagy váltságművedet. Köszönjük, Uram, hogy engedelmes voltál az Atya szavának, és eljöttél, és értünk fizettél, hajlandó voltál félretenni a menny kényelmét és dicsőségét, és vállaltad a keresztet, a gyalázatot. Köszönjük, Uram, hogy a sírból feltámadtál, és Uram, hálásak vagyunk, hogy egy győztes királyunk lehet, aki Uram ma él és uralkodik. Erre szeretnénk gondolni, erről szeretnénk megemlékezni, Uram, és ezért kérjük, Uram, hogy így vidámítsd meg a szívünket újra az mi üdvösségünk örömével. És imádkozom, ahogy úrvacsorát veszünk, mindannyian meg tudjunk állni előtted, megköszönni Isten, amit értünk tettél, és előre nézzünk arra, ami még előttünk van. Köszönjük, Uram, hogy adtad ezt a földi életet, és ez a földi élet már nem céltalan, már nem önmagáért való, Uram, hanem nagyobb célt kaptunk annál, mint amit ember szánhat magának. Köszönöm, Uram, hogy az örökké valóságra váltottál meg. És Uram, imádkozom, hogy bátorítson ma a te lelked, és tudjunk őszinte szívből imádni téged, előtted lenni, és ünnepelni téged. Legyen ez az idő a tiéd, Uram, Jézus nevében. Amen. Álljatok fel, kérlek, énekeljünk. Para pa para para pa para pa 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 para para pa para para pa para para pa para pa 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 para királyok királya, hűséges Istenem, mit hozhatnék eléd, hogy hódoljak neked? A világ összes kincse semmi előtte, de mégis figyelsz rám, hogy dicsérem, dicsérem neved. Királyok királya, hűséges Istenem, mit hozhatnék eléd, hogy hódoljak neked? A világ összes kincse semmi előtte, de mégis figyelsz rám, hogy dicsérem, dicsérem neved. Áldott a fenséges, áldott a szabadító, szabadító. Áldott a hűséges, áldott a megváltó. Para, para-ta-ta-ra, para-ta-ta-ra, pa-pa-pa-pa-ra, para-pa-pa-ra, para-pa-ta-ra, para-pa-pa-ra, pa-pa-pa-pa-ra. Te vagy a szikla, mely mindörökké áll, örömben, bajban, szívem csak hozzád kiáll. Ha hívlak, válaszolsz, nem fordulsz el soha. Amit ígértél, mindig megtartod, megtartod, Uram. Áldott a fenséges, áldott a szabadító, szabadító. Áldott a hűséges, áldott a megváltó. Áldott. Áldott a fenséges, áldott a szabadító, szabadító. Áldott a hűséges, áldott a megváltó. Para-pa-para, 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 pa-pa-pa-para, para-pa-para. Para pa para para pa para pa 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 para. Mm.
Teljes öröm van házadban, félelmeim semmivé válnak. Trónodnál állva, itt nem számít, mit értem el, összes rangom hirtelen tűnik el. Trónodnál állva, csodáit hallatán megremeg a mely. Királyok ámulva csodálják felséget jelenlétedben. Csodálnak én trónodnál állva, menj és a föld összeér. Újjá lesz minden közelségettől. Minden teremtmény térdre hull trónod előtt. Teljes öröm a házadban. Teljes öröm van házadban, félelmeim semmivé válnak. S trónodnál állva, itt nem számít, mit értem el, összes rangom hirtelen tűnik el. Trónodnál állva, csodáit hallatán megremeg a mely. Királyok ámulva csodálják fenséget jelenlétedben. Csodálnak én trónodnál állva, menj és a föld összeér. Újjá lesz minden közelségettől. Minden teremtmény térdre hull trónod előtt. Jelenlétedben, jelenlétedben csodálnak én trónodnál állva. A föld összeér, újjá lesz minden közelségettől. Minden teremtmény térdre hull trónod előtt. Hűséges, fenséges, irgalmas, páratlan mindenben. 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 Jelenlétedben csodálnak én trónodnál állva, menj és
a föld összeé. Újjá lesz minden közelség ettől. Minden teremtmény térre hull trónod elő. Jelenlétedben csodállak én, trónodnál állva menj és a föld összeét. Újjá lesz minden közelségettől, minden teremtmény tédre hull trónod előtt, trónod kereszt mondta el, tagadni többé nem lehet, mert megmutatta, hogy szeret. A keresztből megérthető, az Úr Jézus a megmentő, vele üzente az ő atya, jöjj gyermekem, jöjj haza. Kegyelmet Jézus velünk olyan nagy, amilyen távol a földtől a nap, nyugodtan messze a napkelet, bűneink olyan messze vetett. A kereszt mondta el, én akkor ismertelek meg, mikor megláttam a keresztet, ahol értünk folyt a drága vér, válság minden bűnömért. Gorból vagyunk, por leszünk, te mégis meghaltál értünk. Kegyelmed Jézus felénk olyan nagy, amilyen távol a földtől a nap, a nyugaton messze a napkelet, bűneink olyan messze vetett. Kegyelmed Jézus felénk olyan nagy, amilyen távol a földtől a nap, a nyugaton messze a napkelet, a bűneink olyan messze vetett. Oly hű, oly jó vagy te, oly hű, oly jó vagy te, oly hű, oly jó vagy te. Oly hű, oly jó vagy te, oly hű, oly jó vagy te, oly hű, oly jó vagy te, oly jó. Kereszt mondta el, tagadni többé nem lehet, mert megmutatta, hogy szeret. A keresztből megérthető, az Úr Jézus a megmentő, vele üzente a hű atya, jöjj gyermekem, jöjj atya. Kegyelmed Jézus velünk olyan nagy, amilyen távol a földtől a nap, hogy nyugodtan messze a napkelet, a bűneink olyan messze vetett. Kegyelmed Jézus velünk olyan nagy, amilyen távol a földtől a nap, hogy nyugodtan messze a napkelet, a bűneink olyan messze vetett. Oly jó, oly hű vagy te, oly hű, oly jó vagy te, oly hű, oly jó vagy te. Oly hű, oly jó vagy te, oly hű,
oly jó vagy te, oly hű, oly jó vagy te, oly jó. Felemelhetem újra tekintetem, tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Felemelhetem újra kezeimet, tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám.
felemelhetem újra tekintetem. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Felemelhetem újra kezeimen, tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Megint tágas téren állok, újra tűz dobban benne, és csak áldom, áldom, áldom azt, aki lehajolt értem. Felemelhetem újra. Felemelhetem újra tekintetem, tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Felemelhetem újra a kezeimen, tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Megint tágas téren állok, újra tűz dobban benne, és csak áldom, áldom, áldom azt, aki levagyott értem. Megint hágas téren állok, újra tűz dobban benne, és csak áldom, áldom, áldom azt, aki lehajolt értem. Hangot, ha hallom, és arcot, ha látom, szívem tudja, hogy te itt vagy, rám vár. Hangot, ha hallom, és arcot, ha látom, szívem tudja, te itt vagy, rám vársz. Hangot, ha hallom, és arcot, ha látom, szívem tudja, te itt vagy, rám vársz. Hangot, ha hallom. Hangot, ha hallom, és arcot, ha látom, szívem tudja, te itt vagy, rám vársz. Megint tágas téren állok, újra tűz dobban bennem, és csak áldom, áldom, áldom azt, aki lehajolt fejtem. Megint tágas téren állok, újra tűz lobban bennem, és csak áldom, áldom, áldom azt, aki lehajolt éten. Megint tágas téren állok, újra tűz dobban mennem,
felemelhetem újra tekintetem. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Felemelhetem újra a kezeimet, tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Tudom, a hegyeken te ott vársz. Olyan jó, Uram, csendben megállni előtted. És olyan jó dicsérni téged. És olyan jó, hogy hívhatunk téged. Olyan jó, hogy megnyithatjuk a szívünket előtted. És várhatunk téged. És olyan jó, hogy amikor meleg van, akkor te le tudsz hűsíteni minket. Amikor hideg a lelkünk, akkor te fel tudsz melegíteni minket. Nem köszönöm, hogy közel lehetünk hozzád bárhol és bármikor. Köszönöm, hogy kegyelmes vagy hozzánk, és szeretsz minket, és megáldasz minket mai napon is. Jézus nevében imádkoztam. Amen. De jó látni titeket. Isten hozott. Csodás vasárnapunk van. Remélem sikerült jelentkeznetek a nyári konferenciára. Vajtá lesz ugye augusztusban ez az országos Golgota konferencia, hogyha még nem jelentkeztél, akkor igyekezz a jelentkezéssel, gyorsan betelnek a helyek. Ha nem tudod, hogy ez micsoda, vagy hogy kell jelentkezni, akkor beszélj velem. Egyik oka lehet, hogy nem vagy feliratkozva a hírlevél listánkra, akkor viszont szívesen fölteszünk, és értesülsz minden ilyen hírről. Hát szeretnénk tovább menni Isten igének tanulmányozásában. Dávid életét vesszük szegmensről szegmensre, így élethelyzetekben, és a 2 Sámuel 6-ot szeretném veletek megnézni. Ide lapozzatok a Bibliátokba, kérlek. Ugye egy olyan embernek az életét tanulmányozzuk, aki Isten szíve szerint való volt. Róla mondja az ige ezt, sőt, az ige, vagy maga Isten mondja ezt, hogy ő a szívem szerint való férfi, aki teljesíti az én akaratomat. Nem tudom, hogy tudtad-e, de ma az a módja, hogy dicsőítünk, így, hogy dalokat éneklünk, hogy hangszereket használunk, hogy így a gyülekezet együtt énekel Isten házában. Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy ez nagyrészt Dávidnak köszönhetjük. Előtte is volt dicsőítés, az ember mindig szerette énekszóval kifejezni az örömét és a háláját Istennek, de nem volt oly mértékben szervezett és úgy rendszerbe állítva Dávid előtt, mint Dávid életében történt. Ugye amikor Isten előtt Dávid kifejezte, hogy a házat szeretne építeni Istennek, az Úr azt mondta, hogy nem te leszel az, majd a fiad Salamon. Viszont Dávid eldöntött, hogy mindent megtesz azért, hogy ezt az építkezést, ezt az új épületet könnyebbé tegye Salamonnak, hogy elkészítse. Összetette az összes építőanyagot, és megszervezte a templomi szolgálatot, többek között a dicsőítést. Dicsőítő csapatokat szervezett, énekeseket választott, és az a fajta dicsőítés, ahogy ma ezt tesszük, ezt mondom, nagyrészt így Dávidnak köszönhetjük, az ő életén keresztül munkálta ki Isten. Micsoda jelentősége van annak, hogy ez az ember mennyire szerette Isten dicsérni és imádni. De mondjuk ehhez nem kell egy gyülekezeti terem, ez nem kell egy dicsőítő csapat, ezt Dávid már megtette a mezőn, amikor kim volt a bárányokkal, és egy lanttal
énekelt Istennek, és zsoltárok születtek a szívében, amiket ma is olvasunk. Szóval a dicsőítés nem csak itt zajlik, hanem bárhol, ahol mi Isten jelenlétében imádjuk őt. Meg szeretném nézni veletek a 2 Sámuel 6-ot, azt a történetet, amikor Dávid Jeruzsálembe viszi a szövetség ládáját. Ugye követjük az ő életének eseményeit, és látjuk azt, hogy hosszú út vezetett ide. Most már Dávid Izrael trónján van. Hát ez hosszú idő előzte meg, amíg Dávid menekülni kényszerült. Még egész fiatalon pásztorként találkozunk vele. Sámuel eljön hozzá, Isten szavára, felkenőt Izrael királyának, de eltelik 15 év, míg ez megvalósul. Először Júda királya lesz, majd 7 évvel később Izrael királya, ezt néztük meg múlt héten, és az első intézkedése volt az, hogy elfoglalta Jeruzsálemet, és elkezd építkezni ezen a helyen. Viszont azzal, hogy Dávid hatalma egyre erősödik, és királysága megszilárdul, látjuk, hogy szíve vágya volt az, hogy Isten jelenléte ott lakozzon az ő életében. Nem akart úgy vezetni egy országot, nem akart úgy élni, hogy Isten jelenléte távol lenne tőle. Ezért eldöntötte, hogy a szövetség ládáját, Isten ládáját elviteti Jeruzsálembe. Dávid nagyon szerette Isten jelenlétét. Ez kifejeződik azokból a zsoltárokból is, amit olvashatunk tőle. Hát már amikor a pusztában volt, és a bárányok között élt, akkor is kifejezte, hogy Uram, te vagy az én pásztorom. Hová mennék a te jelenlétettől, ír egy másik zsoltárban. Ők közösségben tudott lenni Istennel, de mégis ragaszkodik ahhoz, hogy a szövetség ládája Isten jelenlétének szimbóluma megérkezzen arra helyre, ahol ő él. És én szeretnélek erre bátorítani titeket is, magamat is, hogy Isten jelenlétét merjük megélni az életünk minden területén. Valahogy az ember elméje úgy működik, hogy ilyen fakokra hajlamos osztani az életét, hogy vannak Istennek szentelt idők, meg vannak munkának szentelt idők, vannak pihenésnek szentelt idők, és valahogy azt látom, hogy Isten szeretne jelen lenni minden fakban az életünkben. Nem is csak az, hogy beengedjük, hanem hogy szinte mi lépjünk be az ő világába, az ő jelenlétébe ezeken a területeken is, amikor dolgozunk, vagy amikor pihenünk, hogy Isten jelenlétét megélhessük a napfelkeltétől a napnyugtáig. Ez egy kulcs dolog szerintem a növekedésünkben. Persze Isten jelenléte ott van, azt nem tudjuk elhagyni, hiszen újszövetségi hívőként Isten jelenléte az ő lelke által velünk van minden pillanatban. De ugye, hogy vannak olyan napok, tesók, amikor úgy megyünk át, hogy szinte eszünkbe se jut, hogy Isten ott van velünk. Vagy nem gondolunk az ő dolgaira, és azok a napok sokkal szegényebben telnek el. Szóval nem akarok károsztatást tanítani, mert nem ez a célja ennek, hanem inkább csak kinyitni egy ajtót, vagy újra felkelteni a vágyat mindannyiunk szívében, hogy Isten sokkal jobban része legyen a mindennapjainknak, a perceinknek. Olvasom nektek a 6. fejezetet a 2. Sámuelből 1-ben. Ezután összegyűjtötte Dávid Izrael egész ifjúságát, 30 ezer embert. Elindult és elment Dávid az egész hadinéppel Bájél Jehudába, hogy elhozza onnan az Isten ládáját, amelyet a rajta levő kerubokon ülő seregek urának a nevéről neveztek el. Az Isten ládáját egy új szekéren szállították, és elvitték Abinádáb házából, amely a dombon volt. Abinádáb fiai Uzáj és Achjó irányították az új szekeret. Elvitték az Isten ládáját Abinádáb házából, amely a dombon volt. Achjó ment a láda előtt. Dávid és Izrael egész népe, egész háza pedig szent táncot járt az Úr színe előtt, mindenféle ciprusfa hangszer, citerának, lantnak, dobnak, csörgőnek és cintányérnak a kíséretével. Amikor Náhon szérűjéhez értek, Uzza az Isten ládájához kapott, és megfogta, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az Úr haragja Uzza ellen. Nyomban lesújtott rá meggondolatlanságáért az Isten, és meghaltott az Isten ládája mellett. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik ezt a helyet Perec Uzzának, mindmáig. Akkor félni kezdett Dávid az Úrtól, és ezt gondolta, hogyan jöhetne hozzám az Úr ládája. És nem akarta Dávid magához vitetni az Úr ládáját Dávid városába, hanem elvitette a gáti Obédedom házába. 3 hónapig volt az Úr ládája a gáti Obédedom házában, és megáldotta az Úr Obédedomot és egész háza népét. De jelentették Dávid királynak, hogy megáldotta az Úr Obédedom háza népét, és mindenét az Isten ládájáért. Elment Dávid, és örvendezve vitte az Isten ládáját Obédedom házából Dávid városába.
Amikor 6 lépést tettek azok, akik az Úr ládáját vitték, ő egy bikát és egy hízott borjút áldozott. Dávid teljes erővel táncolt az Úr színe előtt, és gyolcs efodot kötött magára Dávid. Így vitt el Dávid és Izrael egész háza az Úr ládáját örömrivalgással és kürdzengéssel. De Mikál, Saul lánya éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az Úr ládája Dávid városába ért, és látta, hogy Dávid király ugrálva táncol az Úr színe előtt, ezért szívből megvetette őt. Az Úr ládáját bevitték, és oda tették a helyére, annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel. Akkor Dávid égő áldozatokat és békeáldozatokat mutatott be az Úr előtt. Azután Dávid befejezte az égő áldozat és békeáldozat bemutatását, megáldotta a népet a seregek urának nevében. Majd az egész népnek, Izraelnek, egész sokasságának, minden férfinak és nőnek osztott egy lepényt, préseldatóját és aszuszőlőt. Azután az egész nép hazament. Dávid is visszatért, és hogy megáldja háza népét. De Mikál, Saul lánya kijött Dávid elé, és ezt mondta. Milyen dicső volt ma Izrael királya. Úgy mutogatta magát szolgáinak a szolgálói előtt, ahogyan csak féleszű ember szokta magát mutogatni. Dávid ezt felelte Mikálnak. Az Úr színe előtt jártam szent táncot, aki engem választott apád helyett, és egész háza népe helyett, és engem rendelt az Úr népének, Izraelnek a fejedelmévé. Igen, az Úr színe előtt. És ha még ennél is jobban megalázkodom, és még alávalóbb leszek magam előtt, akkor is tisztelni fognak a szolgálók, akiket te emlegetsz. Ezért nem lett gyermeke Mikálnak, Saul leányának holtanapjáig. Szóval látjuk azt, hogy Dávidnak egy régi vágya valósul végre meg, hogy a szövetség ládát elhozhatja Jeruzsálembe. Hogy méltó helyére tegye ezt a fontos dolgot. Ez a láda egyébként Mózes kezemunkája, vagy Mózes készítette el. Emlékeztek, a törvény része volt, Isten megparancsolta, és megadta minden dimenzióját. Ha láttátok az Indiana Jones filmet, akkor ez egy ilyen nagy aranyozott ládaként élhet a szemedben. Valóban aranyozott volt, de egyáltalán ne egy nagy dolgot képzelj el. Mihez hasonlítsam? Nem volt sokkal nagyobb, mint ez a Kahun Dobit. Hát egy 1 méter hosszú, fél méter széles, fél méter magas ládáról van szó. Tehát nem a méretével volt lenyűgöző. A tetején volt aranyból készített 2 kerub, akik így a szárnyaikkal betakarták ezt a láda fedelét, és azért volt nagyon fontos ez a láda, mert Isten parancsolta, hogy készítsék el, és azt mondta, hogy az ő jelenléte fog lakozni ebben a ládában. Illetve azt mondta, hogy készítsék el, tegyék bele a kőtáblákat, Áron kivirágzott vesszejét, vagy egy csupor mannát a pusztában. De hogy a lényeg az volt, hogy Isten templomában, a Szentek Szentjében kell majd elhelyezni ezt a szövetségládát, és Isten jelenléte ebben lakozik. Valahogy ez képviselte azt a találkozási helyet, amit Isten az ember és önmaga közé rendelt. Így olvassuk a 2. Mózes 25-ben, hogy ott jelenek meg neked, és beszélek veled a földéről, mármint ennek a ládának a tetejéről. A 2 kerub közül, amelyek a bizonság ládáján vannak. Miért kellett egyáltalán elhozatni ezt a ládát? Azért, mert ez a láda Kirjat Járimba volt. Ennek története van, le van írva a Bibliában. 70 éven keresztül ez a láda ezen a helyen volt, nem a helyén. Hogyan került oda? Hát úgy került oda, hogy korábban Silóban volt, azon a helyen, amit Isten rendelt áldozati helyül, de akkor nem állt éppen jól Izrael szénája. Állandó háború folyt Izrael és a filiszteusok között, és egyre gyengült Izrael. És Izrael az egyik csatába úgy megy bele, hogy azt gondolja, hogy nem állunk jól, többen van az ellenség, vigyük magunkkal Isten szövetségének ládáját, Isten úgyse engedi, hogy bajba kerüljön ez a láda, ezzel biztos nyerni fogunk. Hát olyan volt nekik, mint egy talizmán, nem? Mint egy ilyen szerencsét hozó erekje, hogy na majd ez, ha velünk van. Keresztet vetünk, vagy megfordulunk 3-szor, vagy megnyaljuk a fülünket. Így vannak ilyen babonái az embernek, és valahogy így tekintettek Isten szövetség ládájára is. Na ha ez velünk, akkor ki lehet ellenünk? Hát a filiszteusok voltak ellenük, le is győzték őket, mert maga a láda, ha egy ilyen babonás tárgyként tekintenek rá, Isten is, ha valaki csak egy erekjeként, egy szerencsehozó talizmánként látja, akkor nincs benne erő. Akkor nem fogja megtapasztalni Isten erejét. Legyőzték őket a filiszteusok, el is vették Isten szövetségládáját, és elhelyezték a maguk istenének templomában, Dágon Isten templomában. Másnap reggel, amikor mennek be, az ő nagy Isten szobruk Dágon arccal a földre fekve hever. Ledőlt Isten jelenlétében ez a szobor. Még abban is több tisztelet volt, hogy felismerés Isten iránt, mint a saját népében. Fölállították a szobrot, másnap megint mennek be, Dágon újra a földön, darabokra hullva.
És egyre több csapás sújtja a filiszteusokat. Fekélyek, egerek, járványok, és rájöttek a filiszteusok, hogy hát ez a láda nem hoz ránk szerencsét. Valahogy nem működik jól, mert Isten jelenléte azokra nézve, akik nem Isten néhi, azoknak inkább teher, vagy inkább súlyt jelent. És eldöntik, hogy visszaküldik az izraelitáknak. Rátették egy új szekérre, ökröket fogtak elé, és azt mondták, hogy indulás. És az ökrök nagy bőgve visszamennek Izrael földjére, és akkor elhelyezik a szövetség ládát Kirjat-Jearimban. Amikor Dávid ugye ezen a ponton van, hogy legyőzi a filiszteusokat, és megteszi Jeruzsálemet székhelyéül, akkor semmi se fontosabb neki, mint sem az, hogy végre ez a szövetség láda ott lakozzon, ahol ő van. Ugye Jézus mondta ezt a tanítványainak, hogy lakozzatok én bennem. Ez egy nagyon, nagyon személyes, vagy bensőséges kifejezés. Legyen a lakhelyed nálam. Vagy lakozz, legyen a te otthonodnak a helye nálam. Így is lehetne fordítani ezt. Legyél közel hozzám. Erre fajta kapcsolatra vágyik Isten velünk. Hogy ezt a közelséget megéljük vele. Akkoriban az Ószövetség idején ez a láda képviselte Isten jelenlétét. Ma nem így van, ma nem kell egy ereke tárgy, hogy közel lennünk. Újszövetségi hívőként a Szentlélek bennünk él, Isten jelenléte velünk van. Sőt, azt mondja a Biblia, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, Isten jelenléte megnyilvánul. Én ott vagyok közöttük. Most is itt közöttünk Isten közelsége meg tud nyilvánulni. Megtapasztalhatjuk Isten jelenlétét. Azt mondja az Újszövetség, hogy mi vagyunk a Szentléleknek a templomai. Dávid vágya ez. Isten közelsége, remélem a tiéd is. Ez innentől kezdve ez a történet már nem egy olyan régi módi távoli történet, hanem igenis aktuális számunkra. Nagyon jó dolog vágyni Isten jelenléte után. Én tegnap fölriadtam éjszaka, gondolkodtam dolgokon. Amikor az éjszaka az ember gondolkodik, akkor nem mindig gondolkodik logikusan. És úgy bizonyos dolgok felett háborogtam, gondolkodtam is. Valahogy az agyam átkapcsolt, nem is értem, valószínűleg a Szentlélek volt, mert egy hirtelen véget ért ez az aggódás. Nem is tudom, hogy miért, de hogy hirtelen az agyam átfordult, átkapcsolt, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy Uram, mindegy, hogy mi van most. Én szeretném, ha a szívem teljes a tiéd lenne. Ha elmondhatnám őszintén, hogy én teljes szívből szeretlek téged, teljes elmémmel, teljes erővel, és abban a pillanatban, hogy átkapcsolt az agyam, így véget ért az aggódás. És elkezdtem magam Isten jelenlétébe tanulni. El is aludtam gyorsan. Nem emlékszem, hogy ezután mi történt. De Isten adott nekünk egy utat az ő jelenlétébe. Hogy belépjünk az ő jelenlétének helyére. Ő ezt kitalálta. Itt a 2 Sámuel 6-ban olvasok a történetet, hogy Dávid összeszedett egy nagy seregembert, szám szerint 30 ezeret, Izrael fiataljait, az ifiseket. Ezt a Krónikák könyve is leírja, onnan tudjuk ezeket a plusz részleteket. 30 ezer ifis elment Kirjat-Jearimba, készítettek egy új szekeret, föltették a szövetség ládáját, és indulnak Jeruzsálem felé. Ez egy nagyon nagy show. Ha elolvasod, egy csomó hangszert használnak, ünnepelnek, zenélnek, táncolnak, és mennek Jeruzsálem felé. Ez egy ilyen nagy happening. És én olyan hálás vagyok az ifis korú emberekért, és imádkozom, hogy erősödjön a gyűlink ezen a téren, mert bennük van ez a frissesség és erő, ez a lelkesedés sokszor, ami jelen kell, hogy legyen egy gyülekezetben. De másrészt meg azt is látjuk majd, hogy ez a 30 ezer fiatal élükön Dáviddal nem mindenben jártak el Isten útján, mert lehet, hogy maguk nem is ismerték, hogy mi volt Isten útja erre nézve. Hogy mennyire szükségük volt azokra, akik megalapozottan álltak Isten igéjében. És Dávid majd később látja, hogy nem jó módon hozzák Isten ládáját. Nem így rendelte Isten ezt az utat. A történetben ott tartunk, hogy mennek ezen a szekéren, és Dávid lehet, hogy túl sokáig volt a filiszteusoknál, mert pont azon a módon szállítja a ládát, ahogy a filiszteusoktól látta. Fölteszi egy új szekérre, és mennek Jeruzsálem felé. Megy a maga feje után, Dávid. Megy a saját ötlete után, saját módszerei után, és Isten nem áldja meg a saját módszereinket és a saját utainkat. Abinádá fiai ülnek a szekéren, Akjó és Uzzá, és amikor odaérnek egy szérűre, azt mondja itt az ige, akkor Nákon szérűjére, akkor megbotlanak az ökrök.
Ez azért furcsa dolog egyébként, tesó, mert a szérű annak a helye volt, ahol csépelték a gabonát. Mindig egy olyan helyet kerestek, ami majdnem tökéletesen sima. Tehát a legkisebb valószínűsége annak, hogy valami botlás menjen a tervbe, az pont nákon szérűje volt. Ahol nem szorott volna semmi problémának történnie. És ezek az ökrök mégis megbotlanak. Ha Isten tesz a szívünkbe egy vágyat arra, hogy közelségbe legyünk hozzá, akkor tudnunk kell, hogy adott egy utat is, hogy megéljük ezt a közelséget. Adott egy utat magához. Amikor olvassuk a három Mózes könyvét, ott van egy történet Nádáb és Abihuról, akik Áron fiai voltak. És a történet arról szól, hogy olyan tűzzel mennek be Isten szentélyébe, ami nem volt megszentelve. Ezt ők tudták jól, hogy ezt nem így kell csinálni, de ők a maguk tűzével oda mentek Isten elé, és Isten azonnal halálra sújtotta őket. Mert amikor Isten a közeledést kéri, a közeledést engedi, ez mindig azon a módon lehetséges, ahogy ő ezt kitalálta. Nem jöhetünk a saját kreatív módunkon. Én nem tudok közeledni Istenhez a saját erőfeszítéseimből, mert arra nincs mód. De mégis azt mondja az ige, hogy jöjjetek bátran Isten tróntermébe a szükségetek idején. Tehát van egy út, az ige azt is mondja, hogy Jézus mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Van egy út, de az, abból csak egy van. És Dávid most nem azon az úton jár, amit Isten kitalált. Jézus mondta azt, hogy ha szerettek engem, akkor megtartjátok a parancsolataimat. Ez a kettő együtt kell, hogy működjön. Van benned vágy megtapasztalni Isten jelenlétét? Őszintén, szeretnél többet tapasztalni Isten jelenlétéből? Előfordulhat, hogy vágyunk rá, de valahogy nem a helyes módon közeledünk Istenhez. Van, hogy az ember úgy éli meg az Istennel való kapcsolatát, hogy csak így földobja a szekérre, hogy húzom az életem, tele van a puttonyom, sokat teher rajta, és Isten csak így föl van dobva így egy plusz tehernek. És csak próbálunk előre menni, meg próbáljuk megélni a hitünket, próbáljuk Isten közelségét megélni, és így nem nagyon működik. Isten nem arra vágyik, hogy mi hordozzuk őt. Úgy éled meg a kereszténységet, hogy így húzod magad után. A Bibliádat, hogy minden nap olvasni kell. Megint gyülibe kell menni. Mert ez egy kicsit annak a képe, amit itt látunk, hogy így hordozzuk a hitünket, hordozzuk a kereszténységet, visszük Isten magunkkal. Holott Isten úra mindenség felett, és sokkal jobban vágyik rá, hogy ő hordozzon minket, hogy az életünk elregyen rejtve ő benne. Uzzá és Achjó ismerték ezt a ládát, hiszen Isten az ő otthonukban volt hosszú ideig, ennek a ládának a jelenlétén keresztül. Most itt van ez a nagy történés, 30 ezer ember, és az egész hirtelen véget ér. Megbotlanak az ökrök, megbillen a szekér, és Uzzá, aki fönnül a szekéren, hátra nyúl, hogy megfogja a ládát, hogy csak Isten szövetségének ládája, le ne hújjon a földre. És abban a pillanatban Uzzá meghal. El tudod képzelni, hogy milyen hirtelen elcsendesültött minden? Isten igéje azt mondta, hogy ehhez a ládához nem érhet hozzá senki. Benne van a törvényben. Ez a láda, ez szent. Ez a láda Istené. És amikor Uzzá hozzányúl, és lehet, hogy egy reflex mozdulat volt, gondold el, csak megbillen a szekér, hátra néz, csak le ne essen, hátra nyúl, és abban a pillanatban meghal. Valóban Istennek ilyen szigorúnak kellett lennie vele? Igazából ennek az egész helyzetnek nem kellett volna, hogy előálljon. Mert Isten kitalálta, hogy ezt a ládát hogy kell szállítani, nem egy szekéren. És most emiatt, Dávid nagy terve miatt, amikor megy a saját feje után, Uzzának meg kell halnia is. Dávid annyira megdöbben, hogy azt mondja, hogy itt megállunk, ezt a ládát nem visszük tovább. Körülnéz, hogy kinek a háza van a közelben, ott volt ez az Obéd Edom nevű fickó, vigyétek be oda, és ott hagyja Isten szövetségének ládáját. Én teljesen elhiszem Dávidról, vagy bármelyikünkről, hogy van bennünk egy őszinte vágy Isten jelenléte iránt. Hogy szeretnénk többet az Úrból. Olyan sokszor imádkozunk ezért. De tudod, olyan sokszor nem látunk különbséget Isten szent dolgai, meg a mi hétköznapi dolgaink között. És ez gond.
Itt is ez volt a gond Dávidnál. Vágyott Istenre, de nem úgy tette meg a lépéseket, hogy Isten kérte tőle. Ha Dávid kereste volna az utat, akkor ezt elkerülhette volna, hogy ez így alakuljon. Hiszen Istennek volt egy terve ennek a ládának a szállítására, és ez le van írva ebben a könyvben. Azon a ládán voltak gyűrűk, amin be kellett helyezzenek akácrudakat, hogy azokon keresztül hordozzák a ládát. Nem szekéren, hanem vállakon. Nem akárkik. Nem Uzzá és Ahjó, hanem léviták, Kerhát fiai, akiket Isten erre választott, hogy hordozzák a ládát a vállukon. Isten itt találta ki. Miért itt találta ki? Nem tudom, miért itt találta ki, de itt találta ki. Ő így akarta ezt. Mert Istenhez úgy lehet közeledni azon az úton, amit ő kitalált. A vállukon kellett, hogy vigyék. Ezeknek a lévitáknak kellett hordozni ezt a terhet. Nem másnak. Amikor ma dicsőítettünk, akkor jó volt énekelni. Lehet, hogy föl is emelted a kezedet. Többször volt erről szó a dalokban. De Isten nem azt fogja nézni, hogy mi fölállunk-e, vagy leülünk, vagy fölemeljük a kezünket, vagy sem, hanem Isten a szívekbe tekint. Ez az egész dolog, amit itt Dávid csinál, marha látványos. De ez csak a külsőség. És Isten nem tudja megáldani azt, hogyha csak külsőség, de közben engedetlen. Hogyha csak az egész arról szól, hogy Dávidnak van egy nagy terve, de azt nem úgy csinálja, hogy Isten kéri. Isten alig várja, hogy kiönthesse az áldásait, de csak oda önti ki, ahol figyelnek az ő szavára, és követik az ő szavát. Dávid teljesen megdöbben Isten szentségétől, Isten jelenlétének erejétől, és ez egy jó dolog. Megijed Istentől, egy kicsit elkezd félni, hogy de hogy hozhatnám én ezt a ládát az otthonomba, és ez a fajta ilyen tiszteleteljes félelem Isten jelenlététől, ez helyes. Nem is egy rettegés, nem egy olyan félelem, hogy jaj, nekem mi lesz, hanem csak tudva, hogy Isten egy szent Isten, hogy őhez nem közeledhetek, ahogy akarok. Dávid félni kezdett az Úrtól, azt mondja a 9-es vers. Hogyan jöhetne hozzám az Úr ládája? És bevitette a ládát Obéd-Edom házába. Ebből a történetből ez a kedvenc részem. Ez az Obéd-Edom. Az a jó egyébként ebben ennek a fickónak a története, hogy egy kukkot se tudunk róla. Tehát nem tudjuk, hogy ő egy engedelmes fickó volt, egy jó fickó volt, vagy rossz fickó volt, vagy hogy állt a szénája Isten előtt, semmit nem tudunk róla. Csak az, hogy bement a láda Isten szövetségének ládája az otthonába, 3 hónapig ott volt, és azt mondja, hogy küszöbtől padlásig mindent megáldott Isten. Megáldotta őt. Miért? Azért, mert Isten jelenléte áldást hoz. Amikor bemegy az otthonunkba, megáldja a házasságunkat, megáldja a gyerekeinket, megáldja mindenünket. Isten jelenléte ilyen. Ezért annyira fantasztikus Isten jelenlétében lenni. És tényleg nem arról szól a történet, hogy onnantól kezdve Obéd-Edom milyen fantasztikus ember lett, hanem azt olvassuk, hogy mennyire fantasztikus módon megáldotta őt Isten. Olyan annyira, hogy 60 kilométerre tőle lakó Dávid hallja az áldások mértékét. Azt mondja itt az igaz, hogy amikor jelentették Dávid királynak, hogy mennyire megáldotta Isten Obéd-Edom háza népét, akkor azt mondta, hogy ja, hát akkor én is szeretném ezt a ládát az otthonomba vitetni. Jézus mondja azt, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki hallja az én hangomat, kinyitja az ajtót, az bemegyek, és vele vacsorálok. Ezt nagyon sokszor ezt az igeverset evangelizációs célból elmondjuk nem hívőknek. Pedig ez az igevers egy gyülekezetnek hangzik el a Jelenések könyvében írva. Hívő embereknek. Jézus ott áll az ajtó előtt és kopogtat, és beszeretne jönni az otthonunkba, hogy közösségbe legyen. Be akar jönni, hogy áldás legyen, mint Obéd-Edom házában. Isten megáldotta őt ez alatt a 3 hónap alatt. 3 hónap alatt az egész élete jó irányba fordult. Nem fantasztikus dolog ez? 3 hónap alatt, mert Isten jelenléte ott volt az ő otthonában. Meghalott a Dávid, rájött a hibájára, és azt mondja a Krónikák könyve, hogy első alkalommal, Dávid szavait idézi, hogy első alkalommal ránk tört az Istenünk, mert nem megfelelő módon törekedtünk bánni vele. Milyen érdekes, nem?
Nem tudom, hogy jött rá Dávid, valószínűleg elkezdte újra lapozni a Bibliáját, és rájött, hogy de hát Isten elmondja, hogy mit szeretne. De miért nem figyeltem oda rá? Hogy az Isten azt szeretné, hogy a vállunkon vigyük. Jó, akkor úgy csináljuk. Ja, hogy azt szeretné Isten, hogy ne erről a sóról szóljon. Jó, akkor úgy lesz. És tudjátok, Dávid elmegy, és egy nagyon fontos leckét tanul. Isten szentségéről is, de arról is megtanul egy leckét, hogy keresse az Urat, és olvassa az igét. És amit ott olvas, annak engedelmeskedjen. 13. vers. Amikor 6 lépést tettek, azok, akik az Úr ládáját vitték, ő egy bikát és egy hízott borjút áldozott. A láda Jeruzsálemtől 60 kilométerre van. Ki lehet számolni, hogy körülbelül hány lépés kell megtenni ezt a 60 kilométert. Vállukon vitték a lévitákat, ládát, és minden 6 lépésnél megálltak. És áldozatot mutattak be. Rád bízom a matek leckét, hogy ez hány állatba került? Sokba. Meg elhihetett, hogy milyen lassan haladtak. De mégis ez volt az, ahogy Isten kérte, hogy vigyék. Sokkal lassabb volt, mint az első módszer. Sokkal nagyobb áldozatot követelt, mint az első módszer. És lehet, hogy nem is volt annyira nagy csinnadratta. De tudod, azt írja az ige, hogy így haladtak, a szívüket csak megtöltötte Isten örömmel. És igazi ünnep volt. És ünnepeltek Isten előtt. Oly annyira, hogy Dávid fölhúzott egy jolcsuhát, az egy ilyen a lehető legegyszerűbb ruha volt. És elkezdett táncolni Isten előtt. Tiszta szívből, szabadon ünnepelt. Mert Isten kiöntötte rájuk az áldásait, az ő jelenlétének az áldásait. Ami nem az engedelmesség feltételeként érkezik. Nem azért áld meg Isten, mert mi mindenben engedelmesek vagyunk, mert így nem lenne engedelmes, így nem lenne áldás rajtunk, mert mi esendők vagyunk, bűnösök vagyunk, sokszor vétkezünk. De ha a szívünk megalázkodik Isten előtt, és mi keressük az ő orcáját, keressük az ő útjait. Isten megáldja ezt. Isten alig várja, hogy megáldhassam. És olyan érdekes egyébként olvasni, hogy az első alkalommal, amikor hozzák a ládát, csupa ütős hangszert használnak. Néhány húros hangszer, de a legtöbb dob, citera, ezek a jó nagy hangzású bum, dum, dum. Amikor másodszor olvassuk a listát, nem itt, hanem a Krónikák könyvében, azt olvassuk, hogy csupa fúvós hangszert használtak. Fúvolát. Most fejből nem emlékszem miket, de csupa fúvós hangszer van. Az elsőnél semmi. A másodiknál... Mi jut eszedbe erről a leheletről, erről a fújásról? Isten a saját lelkének a munkáját hasonlítja ehhez. Olyan, mint a szél. Vagy amikor Jézus rálehelt a tanítványokra, azt mondta, hogy vegyetek szent lelket. A második alkalommal ott volt Isten lelkének a friss munkája. Ők jobbak lettek? Csak a szívük volt alázatos Isten előtt. Mennek 6 lépést, és megölnek egy áldozatra való állatot. És mennek tovább, megölnek egy áldozatra való állatot. Ezt az utat vér áztatta. Hogy az a láda elkerüljön Jeruzsálembe. Hosszú, lassú séta volt, de ünnepélyes, és Isten szerint való, ami áldozatot követelt, és mégis nagyon örültek. Nagyon sok vér folyt ahhoz, hogy az a láda eljuthasson Jeruzsálembe, Dávid otthonába. Kifejezve azt az engesztelést és áldozatot, ami azért folyt, hogy Jézus a mi otthonunk része lehessen. Nem bakok és bikák vére által, hanem Isten egyszülött fiának vére által, akinek a vére azért folyt, hogy engesztelést szerezzem, akinek azért kellett meghalnia, hogy oda jöhessen hozzánk, hogy a jelenléte része legyen a mi életünknek. Vágysz Isten jelenlétére? Én hiszem, hogy az úrvacsora vétel egy ilyen pillanat, amikor emlékezünk a megtört testről, emlékezünk az értünk kirontott vérről, és Isten ebben közösséget ad nekünk, találkozást ad nekünk. Amikor újra emlékezünk, hogy hogyan jött el ez a jelenlét hozzánk, hogyan érkezett meg a mi otthonunkba.
Az első alkalommal nem volt áldozat. Csak külsőség. A második alkalom útját véráztatta. Viszont ez egy ünnep. A mi Istenünk egy szent Isten. És csodálatos dolog az, hogy ő közösséget vállal velünk, veled, velem. Azok a legcsodálatosabb pillanatok szerintem a hívő életben, amikor megtapasztaljuk Istennek ezt a feltétel nélküli szeretetét és jelenlétét. Sőt, amikor talán a legméltatlanabbak érezzük magunkat, és akkor Isten megállt így. És az egész valahogy nem áll össze, hogy Uram, miért akarsz te velem közösséget vállalni? Hát mi közöd neked hozzám? Hát te egy szent Isten vagy. Én meg egy halandó. És mégis azt mondja az ige, hogy neki gondja van ránk. Ő törődik velünk. És ő mondja azt, hogy lakozz bennem. Gyere, legyél része az én jelenlétemnek. Amikor hazaér Dávid, megérkezik Jeruzsálembe, az ő kedves hitvese kinéz az ablakon, Mikál. Egyébként Mikál tud, hogy ő volt Saulnak az egyik lánya, és Dávid feleségül vette őt, ő volt az első felesége. És amikor meglátja Mikál Dávidot, akkor így megveti. Az a kép jelenik meg előtte, hogy Dávid gyolcsuhában van, és teljes erejéből táncol. Most nem tudom, rád a fantáziádról van bízva, én most ezt nem fogom megmutatni, de hogy így ünnepel, szól a zene, hozzák a ládát, és el tudom képzelni, hogy Dávid ott megy a sor elején, vezeti ezt az egészet, és ünnepel. Nem mint egy bolond, nem mint egy kifordult, magától kivetközött ember, nem így. Nem aki elvesztette a kontrollt, hanem az, aki örömmel át van itatva. És nem azzal foglalkozik, hogy más erről most mit fog gondolni körülötte, hanem egyszerűen csak táncol, mert élvezi Isten jelenlétét. Amikor kinéz Mikál, meglátja ezt, azt mondja az ige, hogy szívből megvetette, és amikor legközelebb találkozik Dáviddal, el is mondja neki, hogy úgy viselkedtél, mint egy bolond. Én nem akarok ilyen lélekbúvár lenni, hogy ez most miért így alakult, de azt látom, hogy Dávid egy szabad ember Isten előtt. Dávid felemeli a kezét, amikor dicsőítés van. Dávid mer tapsolni, Dávid mer táncolni. Nem visszaélve ezzel, mert vannak olyan gyülekezetek szerintem, ahol így visszaélnek, hogy bezzeg én az Úr előtt azt teszek, amit akarok. Ez lehet ilyen zavari módon is tenni, hogy persze te nagyon élvezed, csak mindenki körülötted úgy néz rá, hogy menj már tőlem egy kicsit arrébb. Nem, ő élvezte, szabad volt, de Mikál, amikor látta ezt, ő nem. Ő nem volt erre szabad. És szerintem nagyon vágyott volna ilyen szabad lenni. De amikor meglátta Dávidat, az ő urát ilyen szabadságban ünnepelni Isten előtt, megvetette. Olyan vagy, mint egy bolond. Hát mit fognak gondolni rólad? Izrael királya úgy táncol, mint egy bolond. És olyan érdekes hallani Dávid válaszát, hogy tudod, Mikál, hogyha én még jobban megalázom magam Isten előtt, még alávalóbb is leszek a saját szememben, akkor is tisztelni fognak érte. Annyira szeretném, hogy Isten ezt a szabadságot hozza el közénk. Hogy adja meg a szívünknek ezt a szabadságot. Mert amikor dicsőítünk, itt van még rajtunk kívül egy csomó ember. De nem egymás miatt dicsőítünk, hanem Istennek dicsőítünk. És átadhatjuk magunkat annak a szabadságnak, hogy Isten előtt vagyunk. És a lélek vezeti a mi dicsőítésünket. És amikor a lélek vezeti a dicsőítést, az nem lesz fékevesztett. Mert azt mondja az ige is, hogy a próféta ura annak a léleknek, ami adatot neki. A lélek nem vezet furcsaságokra, meg nem vezet olyanra, ami kontrollvesztettséget jelent. A Szentlélek egyik gyümölcse az önuralom. De ahol, azt mondja az ige, de ahol a lélek munkája, ott szabadság van. Én szeretném, hogy szabadok legyünk. Felbátorodni Isten előtt. Átgondolni, hogy valóban, Uram, ezt az utat elkészítetted. Hogy én mehessek hozzád, és ünnepellek téged. A samáriai asszonynak mondta Jézus azt, hogy az én imádóim lélekben és igazságban imádnak engem. Isten ilyen imádókat keres magának.
Kész az út. Isten ma imádókat keres. Fura dolog, nem? Olyan furcsán hangzik. Isten imádókat keres. Általában azok az emberek keresnek imádókat, akiknek ilyen önértékelési problémáik vannak. Rajongókat keresnek maguknak. Mert állandóan hallani akarják, hogy ők milyen nagyszerűek. Hát Isten nem ez motiválja. Istennek nincsenek önértékelési problémája. Ő Isten, és jól van, köszönjük szépen. De mégis imádókat keres bennünk. Benned és bennem, hogy odalépjünk, és lélekben és igazságban imádjuk őt. Felismerve, hogy ő szent. Hogy ő kitalálta a közeledés módját. Hogy ő azt szeretné, hogy megalázzam magam előtte. Hogyha elrontottam nagyon, akkor is oda mehetek hozzá. Ő mondja az igében, hogy valljátok meg a bűneiteket. Hű és igaz az Isten, megbocsát és megtisztít minden gonoszságtól. Ő mondja, hogy gyertek én hozzám, ha szomjasak vagytok és fáradtak. Találjatok nálam felfrissülést. Ebből a történetből egyébként, most nem lesz, olvassuk tovább, a Krónikák könyvében ilyen hosszú listák jönnek. Ugye említettem nektek, hogy Dávid fölállította a szertartás rendjét, az énekesek rendjét, a kapuőrök rendjét, a templomfelügyelők, ilyen lista. És amikor általában az ember ilyen listához ér az igeolvasás során, akkor átlapozzuk, hogy meddig tart ez? Olyan nevek, azt se tudjuk kik, azt se tudjuk, hogy mit jelent a nevük, csak esünk túl rajta, és átlapozzuk. És általában én is így reagáltam. De volt egy eltökelt szándékom évekkel ezelőtt, hogy már pedig én minden betűt elolvasok a Bibliába. És akkor ezeket se olvasom, már átküzdöm magam rajta. És életem egyik legnagyobb áldása következett ebből. Mert feltűnt nekem, képzeljétek el, hogy ezután a történet után a hosszú listákban egy név újra és újra szerepel. Újra és újra. Majdnem minden lista része. Ki volt ez? Obéd-Edom. Olyan fura neve van, nem? Tehát úgy föltűnt, hogy Obéd-Edom, Obéd-Edom, itt, Obéd-Edom, ott. Mit csinál ez az ember? Amikor Dávid elvitte a szövetség ládáját Jeruzsálembe, ez a fickó ment vele. 3 hónap után meg volt győződve, hogy neki ott kell laknia, ahol Isten jelenléte van. És amikor bevitte Jeruzsálembe ezt a ládát Dávid, ő oda költözik Jeruzsálembe. Amikor keresik, hogy ki legyenek a kapuőrök a templomnál, Obéd-Edom jelentkezik. Amikor keresik a dicsőítő csapattagokat, Obéd-Edom jelentkezik. És minden listában ott találod a nevét. Nyugodtan ellenőrizd le. Ki ez az Obéd-Edom? Fogalmam nincs. De azt látom, hogy Isten jelenléte elkapta. Hogy egyszerűen beleszeretett Isten jelenlétébe. És ahol Isten lakozik, ott akar lenni ő is. Nem azt mondja a Biblia, hogy közeledjetek én hozzám, és én is közeledek ti hozzátok. 3 hónap, és minden megváltozott az ő életében. Továbbra se tudunk semmit róla. Nem tudjuk, hogy jót tett, vagy rosszat, de egyszerűen az Isten áldásaiban fürdött. Isten jelenléte megváltoztatta, megáldotta őt. Én azt szeretem a legjobban, amikor Isten úgy munkálkodik, amit nem tudok megmagyarázni. Ezt szeretem a legjobban. A saját életemben, vagy valaki más életében, mert akkor így tudom, hogy ő volt. És valahogy Isten jelenléte így változtat meg egy szívet, egy embert, hogy így nem nagyon tudjuk megmagyarázni. Jézusnak van erről egy példázata, hogy kimegy a magvető vetni, elveti a magot, és utána lefekszik éjszaka, meg pihán, és ez a mag elkezd növekedni, szárba szökken, hogy hogyan nő föl, azt nem tudjuk. De mégis eljön az aratás ideje, és én annyira hálás vagyok, hogy Isten igéje így működik, Isten jelenlét, amikor egy ember odaadja magát Istennek, odaadja magát az ő igéjének, és így Isten jelenlétében lakozik, akkor megváltozik. Meg Isten jelenlétében a dolgok megváltoznak. Hogy? Nem tudom. De megtörténik. Átfordul minden. Vannak gondjaid? Tamás, reggelig sorolhatnám. Keresd Isten jelenlétét. Engedd be Istent az életedbe. Ne a megoldást keresd, ne a módszert keresd. Isten jelenlétét keresd. És Isten mindent megváltoztat lépésről lépésre. Ha megtért keresztény vagy, akkor Jézus jelen van az életedben.
Jézus benned él. Nem kell, hogy a láda bejöjjön a szobádba. Jézus ott van a szívedben. És kérlek, hogy emlékezz, hogy milyen drága vérnek kellett folynia azért, hogy ezt elmondhassd. De én szeretném arra bátorítani a tesókat, hogy legyél kész közeledni hozzá ma. Lépj egyet közelebb hozzá. Mert ő egy ígéretet fűzött ahhoz, amikor mi lépünk, akkor ő közeledik hozzánk. Alázatban. Dávid másodszor már így csinálta. Fölvette a legegyszerűbb ruhát, már nem a külsőségekről szól, csak egyszerűen alázatban odalépett Isten elé. Úram, hát ki vagyok én? Odajön gyengeként, megtörtként. Olyan jó, hogy Isten elé úgy léphetünk oda, hogy nem kell elhitetnünk vele valamit, ami nincs, vagy amik nem vagyunk, hanem őszintén. Volt olyan időszak az életemben, amikor úgy kellett odalépnem Istenhez, hogy őszintén megmondtam neki, hogy én most nem vágyok a te jelenléted után, de tudom, hogy ez a legjobb nekem. Jézus azt mondta, hogy jöjjetek hozzám, akik szomjaztok. Van úgy az életben, hogy annyira rossz döntéseket hozunk, hogy már nem vagyunk szomjasak. De akkor is Isten azt kéri, hogy jöjjünk hozzá. És én felfrissülést adok nektek. Ha fáradt vagy, gyere hozzám, ha éhes vagy, gyere hozzám, gyere szabadon, bátran, gyere megalázkodva, gyere vágyva engedelmeskedni, gyere örömmel. Szeretnék imádkozni, és hadd mondjam el, hogy már beszéltünk Andrissal is, meg Danival is, hogy szeretnénk majd egy olyan alkalmat csinálni, amikor ilyen hosszabb dicsőítésben lennénk, amikor talán kevesebbet beszélnék én, vagy egyáltalán nem, és szeretnénk Isten jelenlétét élvezni dicsőítésben. Engedni, hogy ő vezesse ezt az alkalmat, és nem tudom, hogy mikor lenne, remélhetőleg hamarosan, de szeretnénk így átadni magunkat Isten imádatának. És mondom, ehhez nem kell a gyülekezet épülete, de milyen áldás, hogy így összejöhetünk és együtt tehetjük. De ha vágysz erre, ezt megléphetett otthon is. Szóval imádkozzunk. Hogyha kell bátorítás, ha szeretnél konkrétan valamiért imád kérni, akkor kérlek az alkalom után gyere oda. Hogyha úgy éled meg, hogy a kereszténységed egy kicsit olyan, amit viszel a válladon, akkor itt az idő, mondd el Istennek, hogy te szeretnél egy másik fajta kereszténységet, hogy ő vigyen téged, hogy ő hordozzon téged. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt az alkalmat. Hálásak vagyunk, Uram, Dávid történetéért, és Uram, egyszerűen csodáljuk azt, amit te értünk tettél. Ahogy énekeltük is, Uram, hogy csak állok, és nézlek, Uram, és csodálak téged, hogy mit tettél értem. Hogy nem állatok vérén váltottál meg, nem üres áldozatokat hoztál, hanem a saját életedet adtad oda. Hogy én közösségbe lehessek veled. Uram, a magam módján én soha nem juthattam volna el hozzád. Soha nem hallhattam volna a hangodat. De így, Uram, Isten gyermekeként a te házadban lakozhatom. És Dáviddal egyetértésben mondjuk, Uram, hogy az a vágyunk, hogy életünk minden napján a te házadban lakhassunk. Veled közösségben. Kérlek, Uram, így nyisd meg a szívünkben újra őszintén ezt a vágyat, hogy közeledjünk hozzád, hogy készek legyünk lépni feléd, hogy keressünk téged. És vágyunk megtapasztalni a te ígéretedet, Uram, hogy te akkor közeledsz hozzánk. Árazd ránk a te lelkedet, Uram, hogy ne a test vezessen, hanem a lélek. Bátoríts minket a mi hitünkben, Uram, hogy minden kihívást merjünk eléd vinni, Uram, és belekapaszkodjunk a te ígéreteidbe. Köszönöm, hogy megáldod ezt a gyülekezetet, hogy itt vagy közöttünk, és különleges módokon, Uram, vágyunk téged minden élethelyzetünkben megtapasztalni. Legyen a dicsőség a tiéd, Uram. És Uram, azért imádkozom, hogy a mi imádatunk, a mi énekünk, a mi dicsőítésünk, az szabad lehessen.
hogy ne rólunk szóljon, ne azt nézzük, hogy ez most milyen érzéseket keltett bennünk, mert akkor kicsit úgy tesszük, mint Dávid első útja volt. Mi szeretnénk a lélek által tenni neked, mert a dicsőítés rólad szól. De szeretnénk átélni benne a közösséget is, hiszen erről is szól. Áld meg ezt a gyülekezetet, Uram. Hadd legyünk szabadok, Uram. Attól, hogy azon gondolkodjunk, ha én szabadon dicsőítelek, akkor más mit fog erről gondolni. Uram, afelől szeretnénk gondolkodni, hogy te mit gondolsz a szívünkről. Hogy ez legyen az első gondolatunk. És szeretnénk őszintén úgy élni, hogy teljes szívből szerethessünk, teljes elménkből, teljes erőnkből. Legyen áldott a te neved, Uram. Jézus nevében együtt mondjuk. Ámen. Ha valaki szeretne imád kérni, ha valaki bármilyen okból, de abban, amit az előbb mondtam, szeretne imád kérni, gyertek előre, és szívesen imádkozunk. Mehettek Robihoz, Andrishoz, Jánoshoz, bárkihez, akivel szívesen együtt imádkozni, vagy hozzám. Szeretnénk áldás lenni nektek. Isten áldjon.